nagyjából 11 körül, 11:30-12 körül megkezdtük ugye az első edzésünket, ami így elsőre nem tűnt annyira nehéznek, de aztán a végére egy kicsit megfogta azért a testünket, nem? Csolti? Tanúsíthatom. Egy picit megfogta a testet. Nem, neked úgy, nem is kicsit. Én kellemesen elfáradtam. De még azért azt gondolom, hogy a második sessionre maradt még egy kis kraft, úgyhogy majd lenyomjuk, ami a programban van mára. Az egy ilyen intervallos assault bike, nagyjából szerintem egy olyan 15-20 perc alatt meg leszünk vele, egy elég intenzív tréning, és utána egy ilyen sandbag GHD, esetleg egy kis double underrel fűszerezett vodot, illetve elmomot fogunk csinálni majd kis érletességképpen. Úgyhogy ez a terv, hogyha ez is megvan majd, ez ilyen 4:30 körül, ebben ilyen 4:30 körül kezdünk bele, akkor utána jön megint két csoport, van egy 17:30-as, meg 18:30-as csoportom, és azt hiszem, hogy már nincs több személyedzésem, úgyhogy ha ezt is letudtuk a nap második felét, akkor majd megkoronázzuk egy közös vacsorával, és majd ott is beszélgetünk egy picit. Mondhatjuk, hogy randizunk. Randizunk. Egyébként ezt mondjuk el, hogy lehet, nem mindenki tudja, bár ugye ProRepen ez meg lett írva, hogy te is a Dekakompos programot követed, ugyanúgy, mint Laura. Mi a vélemény, vagy mi a tapasztalat eddig? Szereted? Jó faszán föl van építve? Nagyon. Én nagyon szeretem. Nagyon szeretem a programot. Nekem ez egy nagyon kiegyensúlyozott, jól felépített, jól átgondolt programnak tűnik. Azt hiszem, hogy most egy éve csinálom. Igen, egy éve kb. Vagy lehet, hogy még nincs egy éve. De nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Jól érzem magam tőle, nem vagyok túledzve. Vannak azért benne fogós napok, meg szépen meghullámoztatják a programot, de nem mondhatnám. Régen volt egy-két olyan időszakom, korszakom, amikor úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon túl sokat edzettem, és ez rányomta a teljesítményemre a bélyegén. De most gyakorlatilag, hogyha azt mondanák, hogy most van egy verseny, akkor én most is úgy érzem, hogy egy ilyen 90%-os állapotban vagyok. Majdnem, azt mondtam, hogy majdnem egész évben, vagy legalábbis én így érzem. Tavaly ugye, és idén is az Openre van kiélezve az egész program, az egész felkészülés, persze közben beiktatunk kisebb-nagyobb versenyeket, de majd februárban lesz majd a csúcsforma, úgyhogy majd arra leszek kíváncsi nagyon, hogy az Openen mit tudok majd teljesíteni. Persze nagyon szeretnék nyilván első helyen végezni megint, így is tervezem, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Ami ugye most az új szabályok értelmében minden igaz, bár ugye a hivatalos rulebook azért nem jött ki, de hogyha jövőre is te leszel a legfittebb magyar férfi, akkor automatán ugye kvalifikálod magad a Games-re. Igen, hát én még úgy tudom, hogy ott bár ez sem tudom, hogy mennyire hivatalos, úgy tudom, hogy ott még van egy selejtező, de az már kint van. Hát kint, igen, úgyhogy az első pár hát kvalifikálja magát elméletleg az ember a Games-re, de ott még van egy selejtező, tehát... De ez már mindenképpen egy tök jó dolog. Én megmondom őszintén, nagyon szerettem ezt a régi rendszert, és én nagyon nagy dolognak tartottam azt, hogyha valaki ki tudott jutni már a regionálisra. Szerintem az egy hatalmas teljesítmény. Abszolút. És sajnálom egy picit, hogy ezt eltörölték, mert így nekem olyan érzés van, mintha átugrottunk volna egy állomást, vagy kicsit, mintha leegyszerűsítették volna a Games-re való kijutást. És ez nekem fura, mert nem szeretem, amikor így valami persze nyilván a regionális is nagyon-nagyon-nagyon nehéz kijutni, de nem szeretem, amikor így egyszer csak kimarad valami, vagy kimarad egy állomás, és úgy van az ember fejében, meg úgy készül, hogy igenis van egy regionális, és aztán kiderül, hogy nincs többé. De nem baj, mert most ez a feladat, úgyhogy ezt
ezt kell megcsinálni. És engem nem is, amikor szabályváltozás volt, így elsőre mindenki annyit foglalkozott vele, én nem, már nem szeretem azt, amikor valami még nem biztos, és mindenki találgat, és csak feleslegesen aggodalmaskodik. Én csak csinálom az edzést, aztán, hogyha jön az open, akkor, vagy hogyha teljesíteni kell, akkor megpróbálom kihozni 100%-ot magamból, ami éppen aktuálisan bennem van, és ezt gondolom, hogy ez így tök jó. Most beparkolok szépen. Nincs radarom. De van, nagyot koppan, és akkor kell megállni. Közben megérkeztünk rá. Megérkeztünk rá. És akkor majd folytatjuk. Hát szerintem a Dubai verseny, hogy alakult. Akkor 3 kör, 90 másodperc munka és 3 perc pihenő, ugye? Utána 3 kör ugyanúgy 60-60 és 3 kör 30-30. Nem. Még el 30-90. Az elsőben meg fordítva, hogy 90 munka és 30 pihenő. 30 pihenő, nem 3 perc pihenő. Ha már azért mondtuk, hogy jöhet a másik, tudod. Hanem úgy van, hogy 3x90 és így utána van 3 perc. Igen. Című számot hányszor hallottuk ma? Ma? Még egyszer sem. Egyszer sem. Born Ready? Szerintem... Én 14-re tippelek. 14? Plusz-minusz 1-2. Igen. Akkor ő van, ugye? Akkor ő van, 14. Born Ready. Born Ready. Kedvenc szám. Neked és nekem. Arra keltünk és arra fogunk feküdni. Uva. Még egy edzést fogom nyomni, ez csak egy 10 perces sztori lesz.
Just for the video. Igen, hát igen, ez csak ilyen fun. Ez heavy fun, because a gamba. GSD sandbag. Kombináció. Három edzést, nyomtunk 4 csoportos órát, rontunk reggel vagy 6-7 személy edzést, és ebédeltünk egyet, meg beszélgettünk, csomót, kb. Vége a nap. Na, menjünk el, töltsünk vissza egy jó kis vacsival, aztán irány az ágy. Nem? Vagy nem? We'll be right back.